kapcsolatban elmondta, a jogszabály kiteljesíti az anyanyelvi oktatást, és lehetővé teszi, hogy a helyi közösségek döntsenek saját iskoláikról. Markó Béla sajnálatát fejezte ki ugyanakkor, hogy a törvényt a szenátus nem tudta még a nyári szünet előtt elfogadni. Az oktatás decentralizációja is késik, fűzte hozzá, pedig ez Markó Béla szerint része annak az autonómiának, amelyet a magyar közösség is igényel.